Palesztinában olyan, és szájhozhatott belőadásomat tartani. Elsősorban társasházkezelőket és lakókat vártak a Vagyongazdálkodási ZRT és az Inkubátorház közös rendezvényére. Itt látszik a centrál szálló helyén álló egykori klasszicista épület. Deák Varga Dénes sok más mellett olyan önkormányzati támogatási lehetőségekről beszélt, amelyeket a helyi védelem alatt álló épületek felújításához lehet igényelni. Nagyon fontos, mert a támogatás az nem 100%-os, csak 40% maximum nyújtható, tehát önerő nélkül itt nem lehet pályázni, a társasház lakóknak, tulajdonosoknak is melléje kell tenni a magukét. Meg hát egy nagyon fontos szempont az, hogy bár mindenféle tatarozáshoz nem kell építési engedély ez esetben a helyi védelemhez se kell, de településképi bejelentés viszont kell, ami szintén egy tervfajta, anélkül például nem lehet pályázni. A rendezvényen az új társasházi pályázatokról is szó volt. Mint elhangzott, műszaki, jogi és pénzügyi szempontból sem éri meg várni a felújítással. Ma már egy felújításnak való neki rugaszkodás az időigényes. Sokszor időigényesebb, mint maga a kivitelezésnek az időtartama. Pontosan azért, mert egyrészt a jogszabályi környezetek is úgy változtak, hogy ezeknek az épületeknek a felújítása során egy biztonságos, élhető épületet kapjanak vissza a lakók a felújítás követően. Tehát ezek a szabályozások jók, csak időigényesek, amikre erre felkészül a lakóközösség. A társasházak esetében mindig kardinális kérdés a tűzvédelem. Erről Péter András tűzoltó őrnagy hatósági osztályvezető tájékoztatta a megjelenteket.